Nem változott a tendencia, továbbra sem küldik a gyerekeket iskolába azok a szülők, akik tartanak a járványtól. A PDS szerint vannak olyan iskolák, ahol a gyerekeket és a szülőket az osztályismétlés kilátásba helyezésével, ahogy fogalmaztak, kényszerítik vissza a padba a diákokat. Jöjjön most egy rövid összefoglaló erről. Országos átlagban az iskolákba az alsó tagozatosok háromnegyedét vitték a szülők a múlt héten, míg az óvodákba a kétharmadát. A köznevelésért felelős államtitkár szerint csökkenni fog a hiányzók aránya, bár a múlt héten sokat nem változtak a számok. Ezek az arányok maradtak, kis növekedés már látszott, de nagyon sokan, akik otthon tartották a gyermeket a múlt héten, azt gondolom, hogy kivették arra a hétre a szabadságot, a mai napi adatok hónap utána majd rendelkezésre állnak, akkor érdemes lesz figyelnünk, egy lassú növekedés számít. A szülők egyik érdekvédelmi szervezetének aktivistája azt mondta, hogy ők is kapnak olyan visszajelzéseket, melyek arra utalnak, hogy az iskolák nem mindig működnek együtt a szülőkkel. A PDS-nél úgy látják, akik eddig sem vitték a gyerekeiket a közösségbe, azok ezután sem fogják. Vannak néhányan, akik azért törnek meg, mert nem akarják, hogy a gyermekeiknek osztályozó vizsgát kelljen tenni. Tehát ott, ahol nem együttműködő az iskola, ott bizony vannak olyanok, akik bekényszerülnek az intézményekbe. Ebben a debreceni iskolában van olyan osztály, ahol több mint fele hiányzik a gyerekeknek. Na most meghallgatjuk az Adom Diák Mozgalom szóvivőjét, Sherman Fruzsinát is, hogy mi erről az ő véleményük, mármint arról, hogy a gyerekeket kényszerítik, avagy sem az iskolákban, hogyan tapasztalják ezt ők a diákok körében. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Szóval vannak-e felmérések ezügyben, milyen visszajelzések érkeznek az Adom Diák Mozgalomhoz, már a diákok részéről elsősorban? A diákok részéről rendkívül sokszínű visszajelzéseket kaptunk. Egyrészt ugye tapasztaljuk azt, hogy rengeteg iskolában kényszerítették a diákokat, hogy bemenjenek az iskolába, amit mi abszolút elítélünk. Ugye volt egy felmérésünk, hogy a diákok 19-én milyen szívesen mennének vissza iskolába, és több mint 96%-uk mondott nemet erre a felkérésre. És úgy gondoljuk, hogy ez az arány jelenleg se változott sokat. A kényszerítés az a 250 órás keret kimerítésére vonatkozott, illetve hogy akkor nem fogadják el az évüket, vagy kizárják őket az évfolyamból, vagy milyen módon nyilvánult meg ez? Így van, pontosan ez. Én ezt egy zsarolásnak tartom. Tehát, hogy diákokat ilyenekkel fenyegetni, holott tudjuk, hogy rengetegféle más megoldással meg lehetne oldani az évbefejezését is. Például online oktatással. Hát igen, ez részben működött is az elmúlt időszakban, de mi lesz az érettségizőket, vagy mi lesz a gimnazistákkal, hogy ők most még előtt állnak, hogy a május 10-i határidőnek, ez még két hét múlva lesz majd, amikor ő rájuk is sor kerül. Addig változhat-e vajon, van-e bármilyen párbeszéd az illetékes hatóságok, akár az Adom Diák Mozgalom részéről, vagy képviselői részéről, és a véleményüket meghallgatják, elfogadják-e? Ugye az érettségik már nagyon-nagyon közel vannak, emiatt tanácsoljuk például a diákoknak, hogy akármennyien lódultak be most a városba, ők azért tartsanak egy önkontrollt. Tehát, hogy maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra egyértelműen. Ha már azt elértük, hogy iskolába ne kelljen menni az érettségizőknek, és a középiskolásoknak, akkor most is figyeljenek erre. Tartsuk meg ezt, amit ideig elértünk. No, ez már átvezet a következő kérdésre, ugye a hétvégén volt a terasznyitás, és hát ez természetesen ugye leginkább a gimnazistákat, a fiatal 16, 18, 20, 22 éves fiatalokat érintette. Ezzel kapcsolatban mi az Adom Diák Mozgalom véleménye? Ugye a PDS, vagy akár Maruzsa államtitkár úr is hát aggodalmának adott hangot enyhén szólva, hogy nem lesz ebből gond, nem lesz ebből baj. No, de hát ugye kötelezni senki nem kötelezett senkit arra, hogy menjen a teraszokra, csak a lehetőség volt adott, a felelősség pedig, hát nyilván a diákoké, a fiataloké, bárki, aki oda megy, ezügyben mit tud tenni, vagy mi a véleménye az Adom Diák Mozgalomnak? Mint tudjuk, hogy az online oktatás időszaka rendkívül megterhelő volt mentálisan is. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez a bezártság rendkívül frusztrálóan hatott a diákokra. És biztos, hogy szorongást éreztek, amikor látták azt a sok önfeledten szórakozó embert ott a városban. Én magam is így éreztem. Viszont nem gondolom, hogy azok a diákok, akik követelték az online oktatás folytatását, illetve azok a diákok, akik most bementek, mert hogy amúgy szerintem kevés diák volt ott bent, főleg azért az idősebb korosztályra volt jellemző, hogy bementek, ők nem alkotnak egy csoportot. Voltak fiatalok valóban, de azért azt látni kell, hogy ahhoz, hogy bemenjenek mondjuk egy pubba, 18-nak el kell, hogy múljanak az emberek, mi pedig a felsősökre és a középiskolásokra utalunk
amikor azt mondjuk, hogy akik követelték a zárvatartást. Hát igen, a képeket látjuk, mondjuk erről nehéz megállapítani a pontos korosztály, de én nem idősebbeket, legfeljebb idősebb diákokat esetleg arra történt a célzás, hogy egyetemista korúak lehetnek közöttük. De hát mindesetre fiatalokat, akik általánosságban, nem tudom, 15 évtől, akár 35 éves korig is terjedő korosztályra igaz, hogy kevésbé átoltottak még sajnálatos módon, mint az idősebbek, tehát ezáltal még inkább veszélyeztetettek. Mit lehet tudni arról egyébként, vagy az Adomdiák mozgalom mennyiben informált erről, hogy a diákok diákság körében milyen az átoltottság, illetve mit szólnak ez a 16-18 éves korosztály esetleges beoltásához majd, ami most felvetődött az elmúlt napokban? Hát a diákok átoltottságáról sajnos még nincsen felmérésünk. Igazából olyan személyekből számolunk vannak, hogy sokan ugyan tartanak az oltástól, de attól még inkább, hogy ők megfertőződnek, illetve a hozzátartozóik. Illetve senki nem szeretné, hogy ne láthassa viszont a krónikus beteg osztálytársát, a nagymamáját, vagy ne agyítson az osztályfőnökét. Szóval minden esetre a diákok mindent megtesznek azért, hogy minél biztonságosabban jöjjünk ki ebből a helyzetből. Mennyire tisztázott most már minden diáképben van tökéletesen az érettségi szabályaival, feltételével kapcsolatban, és elfogadják ezt a jelenlegi helyzetet, ugye, ami a hírek szerint ugye arról szól, hogy csak írásbeli vizsgák lesznek? Úgy gondolom, hogy ez a bizonytalan helyzet most már kezd tisztázódni. Tehát mi az Adomdiák mozgalomnál is követeltük, hogy ne lehessenek szóbelik. Mert tudjuk, hogy a személyes jelenlét például nagyban megdobná a kockázatát, ugye a vírus terjedésének. Sokan ugye ezt úgy fogják fel, hogy most egyel kevesebb lehetőség van a javításra, de úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan áldozat, amit viszont érdemes meghozni. És tudjuk, hogy az online oktatás nem készített fel olyan minőségben az érettségire, viszont szeretnénk, hogy például a ponthatárok is ennek megfelelően ugye lejjebb menjenek, hogy könnyebb legyen a beugrás a felső oktatásba. Ez az Adomdiák mozgalom vezetőinek a véleménye, vagy ez a diákok körében végzett valami fajta kutatás, felmérés eredmény, hogy tényleg sokan szívesen mondanak le a javítás lehetőségéről, mármint a szóbeli vizsgáról, mert én hallottam más véleményeket is. Mi úgy tapasztaltuk. Tehát, hogy a mi személyes környezetünkben ilyen visszajelzések voltak, illetve nálunk is ugye a vezetőség ezt megállapította. De rengeteg olyan diák van, aki félti a saját életét. És nem gondoljuk, hogy őket például lehetnek kötelezni arra, hogy bemenjenek és kockáztassák az életüket. Hát is leginkább a családtagjaikét, hiszen ugye tudjuk, hogy a fiatalok kevésbé veszélyeztetettek, bár megfertőződnek, de inkább az a gond, hogy hazaviszik és esetleg idősebb rokonaikat megfertőzik. Nagyon szépen köszönöm Sherman Fruzsinának, az Adomdiák mozgalom szóvivőjének, ő rendelkezésünkre állt ezen a kor reggeli órán. Köszönjük szépen, szép napot! Én köszönöm, hogy itt lehettem.